Több éves hagyomány, hogy a nyíregyházi kosársuli a felkészülési programjába beilleszt egy egyhetes csengeredzőtábort. Az elmúlt hetet 60-an töltötték a határmenti városban, ahonnan több korosztályos együttes is ellátogatott Nagyváradra, ahol egy minitornán léptek pályára a fiatalok. A felnőttek pedig Farkasinszki Gábor erőnléti edző irányításával izzadtak a tornateremben és az atlétikai pályán. Még mindig az erőléti dolgokat próbáltuk meg a lányokkal elsajátítani, futottak, különböző speciális eszközökkel folytatták az erősítő feladatokat, természetesen azért előkerült már a labda is, próbáltunk egy pár olyan taktikai dolgot gyakorolni, ami a későbbiekben hasznos lehet. A kisebbek azok ugye nagyon sok futómunkát végeztek, őket kivittük még a kinti rekordtámpályára és egy kis futómozgás elvégzésére, mert rengeteg labdás ügyességfejlesztő feladatokat végeztek, és ugyanúgy próbáltak hozzászokni azokat az eszközökhez, amit a későbbiekben használni fogunk, tehát elkezdték a dinepánákat, a létrát használni, ugye ami még az ő korosztályokban lényeges lehet, sőt a sok esetben még a gát is előkerült ugye a szögdeléseknél, tehát szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt. Már megérkezett a csapathoz a legutóbbi két szezont Németországban töltő Lizák Kitti és az ukrán korosztályos válogatott Popenko Alexandra. Új játékosnak számít a 18 esztendős Fekete Dóra is, aki az elmúlt szezon rájátszásában már a nyíregyháziakat erősítette, de most került át Szolnokról véglegesen az NKS-hez. A csapattól mindenféleképpen azt várom, hogy először is bekerülünk a rájátszásba a felsőházba, és utána pedig szeretnék az első három helyen végezni. Magamtól pedig, hogy minél többet és minél jobb játékommal segítsem a csapatot. Remélem, hogy egyre több ponttal, amit már a szezon végén néhányszor sikerült is elintéznem. A nyíregyházi kosársuli péntektől vasárnapig egy nemzetközi utánpótlás tornát rendez, amelynek zárásaként vasárnap 17 órától a felnőtt csapat a Szolnok ellen lép majd pályára a Szent Imre gimnázium csarnokában.